Szevasztok, a Project vagyok, és beszeretném mutatni, hogy mikkel készültem az idei szilveszterre. Igazából ezek vannak, és ezt egyesével a legolcsóbbtól a legdrágábbig be fogom őket mutatni. Hát akkor gyerünk! Ugyebár mindenki ismeri a Smooth Partit, ez Explode termék, és ahogy láthatjátok, 6 darab van egy dobozban, és ebben ilyen kis golyók vannak, amik, hát amilyen színű, olyan színű lesz majd a füstje is. Ezt meggyújtod, ez itt leég szépen, és elkezd egy nagyon sötét füstöt kibocsájtani magából. Ebből úgy volt, hogy volt egy ilyen akció, hogy ha 2 dobozzal veszel, akkor kapsz mellé egy harmadikat ajándékba, hát gondolom, akkor most miért ne, akkor legyen egy 3, és hát 2 doboz, meg akkor lesz 3. Hát akkor ezt is persze mindenki ismeri, ez a Blitz, ebben 12 van egy darab, ez is Explode termék, és hát azért megmutatom, de biztos mindenki ismeri ezeket, talán ez még ki sincsen nyitva, de ugye már 12 van egy csomagban. Elnézést, most nem néz ki 12-nek, de szerintem biztos annyi van. Ezt is megfogod, meggyújtod, leég, és egy ilyen recsegős, villanós effektet csinál. Hát ez ilyen pár másodperc, 2, max. 3. Szerintem ezt is mindenki ismeri, és ebből is hát úgy gondoltam, hogy akkor 2 doboz, és akkor a harmadik ajándék lett. Itt van a harmadik termékünk, a Wisdom Rockets. Ez 12 darab rakéta. Igazából én azt tudom róla mondani, hogy ha fölmegy a levegőbe, és nem robban, hanem ilyen, hát ilyen csillámos effektet bont. Nem nagy valami, de el lehet vele lenni. Szóval ez jön. Következő termékünk a római gyertya, ez a legeslegolcsóbb római gyertya, azt hiszem, meg is nézem, most ne is ezt a másikat. 12 darab van egy csomagban is, egy csomag 1000 forint volt, szóval ez így 2000 forint volt így ez a kettő, és ezzel nagyon jó el lehet lenni. Erről mit lehet tudni? Hát, ahol meggyújtod, ott lesz az effekt. Kilövel, és ilyen színes valamiket lövöldöz kifelé, és szerintem el lehet velem is nagyon jó móka. Akkor ezek mennek amoda. Eddig így állunk. Jöhet a következő. Hát van nekünk ilyen kis sikoly. Hát doboza 3000 forint volt, kérlek szépen. Megmutatom mindjárt, mi is van benne, de hát ezt is mindenki ismeri, ez egy Tiger termék. Itt egy bontott. Ugyebár 12 csomag sikoly van egy dobozban, és egy csomagban is 12 van. És itt is volt az az akció, hogy ha veszek 2 dobozzal, akkor egy harmadik ingyenes. Szóval van itt kérlek szépen 3 doboz sikoly, ami évfél előtt még nagyon jó fog jönni nekünk. Ez is jön ide a többihez. Jöhetnek a telepek. Itt van Hongkong telep, Macau telep, Peking és Shanghai telep. Van ez a 4 darab. Ezek 16 lövéses telepek, azt hiszem, hát nem azt hiszem, igazából rá is van írva, 20 mm-es, és mindegyik különféle effektet bont, de nagyon szépek, és ajánlom mindenkinek, de hát most már, majd csak jövőre. Esetleg, ha még bementek 31-én, azt vesztek magatoknak. Akkor van ez a 4 telep, jöhet a többi telep. Itt van nekünk még ez a 3 termék, a bronz, a silver és a gold. Ez a 3 telep, ez
a Magic Boxhoz tartozik, csak én már kivettem őket a dobozából. És hát ez így néz ki. 16 lövéses, 20 mm-es és 22 másodpercig tart. És ez mindegyik 23 másodpercig tart. Ezt a Magic Boxot én ajánlom mindenkinek, mert ez 5000 forint volt a Magic Box, és kaptál 3 darab telepet. Amit az előbb mutattam, a Shankai, meg ezek, az 2200 forintért vettem darabját. És itt 3-ban 3x 2200 az, ugyebár 6600, így meg 3 darab kijött egy 5000-esre. Szóval ez se rossz, szóval ezt ajánlom mindenkinek. Jöhet a következő. Van nekünk itt egy olyan, hogy Typhon, a Viking Fireworks-től. Őszintén megmondom, erről a termékről gőzöm sincs, hogy mi ez, vagy mi lesz vele, vagy mit bont, vagy hogy, vagy mi. Szóval videót nem találtam róla, csak megvettem, és tetszett. Remélem is, hogy számíthatok rá. De hát jónak tűnik, majd kiderül. Jöhet a mai utolsó termékünk, ez a Golden, vagy nem látjátok itt, egyet fordítunk, Golden Resplendent, 16 lövéses, látszik, hogy nagyobb, mint a másik termékünk, erről se tudok konkrétan lúfa se. Csak úgy oda nyomták a képen, hát mondom, jól van, 3600 forint volt. Hát remélem számíthatok rá. Pyro Team. És hát szerintem ennyi lett volna már ez a videó. Hát így néz ki a termékünk, amit beszereztem az idei szilveszterre. Remélem mindenkinek tetszett ez a videó. Szerintem mindent bemutattam. Kicsit berekedve, de készültem kicsit. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, ha tetszett, és boldog új évet kívánok. Sziasztok!